Köszöntöm a Telenne magazin nézőit, Sarkadi Krisztina vagyok. Lássuk, mit kínálunk mai magazinunkban. Tarolt a járvány a tolnai iskolákban és óvodákban. Tovább folytatódik a tolnai értékek felkutatása. Ígéretes jövő áll a tolnai úszó ikrek előtt. Sejemgyár alapítvány gondozza a tolnai sejemgyártás történetét. Kiürültek a folyosók és a tantermek a tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban. A pedagógusok csak nem felét döntötte le a lábáról a vírus, így a vezetőség kénytelen volt felfüggeszteni a tanítást. A Vosinszky-Mór általános iskolában jobb a helyzet, ott csak egy osztály kényszerült karanténba. A Pittypangó voda óvisai viszont az elmúlt időszak nagy arányú megbetegedései után előre kaptak, és egyre többen térnek vissza már gyógyultan csoporttársai közé. Játszanak a gyerekek a tolnai Pittypangó óvodában, szinte mindenki itt van a csoportban. A téli szünet után egészségesen, gyógyultan tértek vissza a lurkok. Az elmúlt hetekben nagyon nagy létszámmal hiányoztak a gyerekek, mostanra viszont intézményi szinten az óvisok 30%-a maradt otthon betegség miatt. Sajnos a vírus helyzet a pedagógusokat sem kíméli. A pedagógusok között is van, aki megbetegszik. Van köztük olyan, akik COVID-pozitív teszttel rendelkeznek, és ezért bezárták az óvodát. Valószínű, hogy a gyerekek ugye hordozzák a betegséget, és így kapták el, de vannak olyanok is, akik felső légúti megbetegedéssel vannak otthon, de negatív lett a tesztjük. Az óvoda nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekek minél több időt töltsenek a szabad levegőn, hiszen a jó levegőn folytatott fizikai aktivitás nagyban hozzájárul a szervezet ellenálló képességének növeléséhez. Sokat vannak az udvaron a gyerekekkel a pedagógusok, tehát amikor esik az eső, akkor nem, de amúgy kimennek velük, hogy levegőzzenek. A csoportszobákat is folyamatosan szellőztetjük, hogy mindig friss levegő legyen benn. Vannak csoportok, ahol vannak ilyen sóterápiás lámpák, azt is használják, hogy minél jobb legyen a levegő benn a csoportokban. A szülők, hát nem tudom, hogy mennyire alkalmazzák, mert a doktornő mondta, hogy annyira egymást érik a vírusok, hogy egy immunerősítő nem nagyon tud beépülni a gyerekek szervezetébe, tehát azt mondta, hogy majdnem, hogy felesleges, a D-vitamint javasolja, hogy azt szedjék a gyerekek. Tavaly november óta az intézményben fokozottabban figyelnek arra, hogy a vírus a falakon kívül maradjon. Erről is beszélt németné Szűcs Melitta, intézményvezető. November közepe óta nem lehet bejönni, amikor ugye elkezdődött újra a hullám. Nagyon együttműködőek a szülők, a beszoktatós gyerekeknek a szülei jöhetnek be a folyosóra levetkőztetni a gyerekeket, hogy ők azért ne legyen olyan hirtelen az elválás a szülőtől, hogy az ajtóba veszik át őket. A nagyok, akik már régebb óta járnak, nekik azért pozitív ez, mert még önállóbbakká váltak, hogy ugye ők vetköznek le egyedül, megöltöznek. Nyilván akinek kell, a dadus nénik ott van, annak is segítenek. Üresen árválkodnak ezek az iskolapadok a tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban. Az iskola tanárjai és diákjai is otthon vannak. Most a pedagógusokat döntötte le lábukról a vírus, így a nagyfokú tanárhiány miatt a gimnázium kénytelen volt felfüggeszteni a tanítást és hazaküldeni a diákokat. A kialakult helyzetről beszélt Novotné Bán Erzsébet igazgató. Úgy döntöttünk a fenntartóval, az iskola fenntartójával egyetértésben, hogy szerdán, csütörtökön és pénteken tanítás nélküli munkanap lesz, ami elsősorban persze a kollégákra vonatkozik. A diákok is azért tudnak otthon kicsit készülni. Erre azért volt lehetőségünk, mert májusban szokott lenni 3 tanítás nélküli munkanapunk, az írásbeli érettségi vizsgák alatt, de ez idő alatt akkor tanítani fogunk, és így előrébb hoztuk ezt a 3 tanítás nélküli munkanapot. A kollégák közül 10 betegedtek meg, többségük covidos, illetve valószínű mindenki, csak van, akit már nem tesztelnek, mert harmadszor oltották, és egyszerűen nem tudtuk helyettesíteni. Tehát 25 ember van összesen óraadók, 25-26 óraadókkal együtt, most abból 10 hiányzik, tehát nem jutott minden csoportba tanár, tehát azt pedig nem lehet, ez nem megoldás, hogy gyerekek egyedül ülnek az osztályba, és nézik a könyvüket, vagy olvasnak valamit, tehát ennek így nem sok értelme volt. Tényleg elmentek üresen az órák, hiszen egy-két kollégát még lehet helyettesíteni, de 10-et már egyszerűen képtelenség. Gyerekek közül kb. 70-en hiányoztak tegnap, a 280-ból, 290-ből,
hogy jobbnak láttuk, hogyha most akkor 3 nap nem szünet, hanem tanítás nélküli munkanap, és ezt májusban pedig majd elcseréljük, visszacseréljük, és tanítani fogunk. A Vosinszky Mor általános iskolában ugyan van tanítás, de itt is van osztály, aminek a diákjai karanténba kényszerültek. Hát nálunk most egyetlen egy hetedik osztályunk van karanténban, de folytatódik a jelenléti oktatás ebbe az osztályba is, hiszen akik oltással rendelkeznek és nincsenek tüneteik, illetve a kontaktnapon hiányoztak, ők továbbra is járnak iskolába. Takács Zita intézményvezető azt is elmondta, hogy náluk tavaly novemberben volt kiemelkedően sok a beteg gyerek. Az őszi szünet után, mikor visszajöttünk, rá egy 3-4 napra tömegesen betegedtek meg a gyerekek, rengeteg szülő miatt is voltak tanulóink karanténba, és 12 pedagóguson esett át ebbe a hónapba a COVID-fertőzésen. Ott volt olyan problémánk, hogy nagyon nehezen tudtuk már megoldani a helyettesítést is, és ezért a Széchenyi tagiskolába 3 nap igazgatói szünetet is kellett elrendelni. Az intézménybe csak védettségi igazolvánnyal lehet bemenni, a maszk használata kötelező a közösségi terekben, illetve kézfertőtlenítés és lázmérés is van az iskolába belépéskor. A tisztaságra és a fertőtlenítésre is fokozott figyelmet fordítanak. Fiatalok számára hirdett pályázatot a Tolnai Városszépítő Alapítvány. A helyi értékek felkutatására és a meglévő kincsek megismerésére buzdítják a felső tagozatos és középiskolás diákokat. Az alapítvány 2014 óta látja el az értéktári feladatokat. Ez idő alatt számos épített és természeti örökségről, illetve kulturális hagyományokról és szokásokról készült tanulmányokkal gazdagították az értéktárat. A Tolnai Városszépítő Alapítvány 2014-ben kapta meg a Tolnai Önkormányzattól az értéktári feladatok ellátását, amit azóta is eredményesen ellát. Az évek során épített és természeti örökségekről, mezőgazdasági termesztésről, kulturális hagyományokról és szokásokról készült tanulmányok kerültek be az értéktárba, megőrizve azokat írásos formában is az utókor számára. 2014 óta 52 értéket hoztak be a gyűjteménybe, mint például a tolnai kékfestőműhelyt, Tolna nagyközség villamosításának történetét, vagy pedig a tolnai futball történetét. Az értékek felkutatását, illetve a meglévőek dokumentálását a továbbiakban is folytatni szeretné az értéktárbizottság, így kapóra jött nekik az Agrárminisztérium által kiírt újabb pályázat, ami pont a helyi kincsek felkutatására és megőrzésére irányul. Erről beszélt Reiter Antalné, a Tolnai Városszépítő Alapítvány és az értéktárbizottság elnöke. Most megint kiírt az Agrárminisztérium egy újabbat. Már úgy is, hogy film készítéssel, és úgy gondoltuk, hogy akkor ezt nem hagyjuk ki, hiszen van egy kész anyagunk, amit átdolgozással megpróbálunk az új film fele vinni, hogy legyen a fiataloknak csábító, kedvező, kedvet kapjanak esetleg hozzá kis film formájába. És ez most úgy néz ki, hogy másodikán lehet beadni a pályázatot, arról szólna, hogy szeretnénk a fiatalokat bevonni, hiszen pontosan az lenne a cél, hogy ezeket az értékeket, amiket már begyűjtöttünk meg, még ezután fogunk feldolgozni, begyűjteni, ezeket megismertessük, mindenkinek közkincsévé tegyük, és főleg a fiatalokat bevonni arra, hogy ők is megismerjék a múltat, a jelenünket, azokat az értékeket, amik körülöttünk vannak, és ők is tovább tudják adni. A fiatalok részéről 2-4 fős csapatok jelentkezését várják, felső tagozatos és középiskolás diákokra számítanak elsősorban. És 2 részből állna, egyszer egy olyan, hogy a meglévő értékekből, tehát van egy segítő csapatunk, és összeállítunk egy tesztlapot, ami tesztlap kikerül, hozzá az anyagot biztosítjuk, amiből fel tudnak készülni, ezt online lehet, beküldik, a zsűri értékeli, és az első, a legjobb 10-nek, vagy majd meglátjuk, tehát azért ez még egy kicsikét csepp folyós, hogy mennyi pályázat fog beérkezni nyilván attól függően. Az első 10, 15 vagy 6, ahogy majd alakul, kérjük, hogy ők csináljanak egy 2-3 perces kisfilmet, ami telefonnal, tehát egy ilyen a mostani fiataloknak, ahogy megy. Nem dokumentumfilm, hanem konkrétan az, hogy ők egy-egy meglévő saját
választás alapján meglévő értékekből, amit kiválaszt, csinál egy ilyen kis röpke videót, ami vicces, kreatív, beleadja önmagát, hogy ő azt hogy látja, hogy szólaltatná meg, mit csinál belőle, amiből aztán a végén lenne egy értékelés, és egy díjátadást szeretnénk, valamennyi díjat, valamilyen tárgyi jutalmat mindenki kap, az első három helyezett pedig egy komolyabb jutalomban részesülne. A filmek bemutatása közönség előtt a díjátadási ünnepségen lesz majd, ennek a módjáról is beszélt Reiter Antalné. Ki mit készített, azt ott levetíteni, és még azzal a tesztlapon szerzett pontjait tudja növelni, és az alapján alakul neki az az első három díjazott, akik egy komolyabb tárgyi jutalomról beszélünk, de csapat, az első csapat ilyen 200 ezer forint értékben, második is 150-60, tehát ez majd úgy alakul a csoportoktól, tehát azért egy viszonylag úgy gondolom, hogy diákokhoz mérten komoly jutalomban részesítenénk azokat, akik ezt meglépik, vagy megpróbálják. A Városszépítő Alapítvány célja, hogy a pályázat nyújtotta lehetőségekkel élve játékos formában megismertessék a fiatalokkal a már meglévő értékeket, illetve a lakóhelyükön és annak vonzáskörzetében lévő újabb kincsek felkutatására buzdítsák őket. Nagyon-nagyon sok olyan érték van, amit mi is elmegyünk mellette. Biztos vagyok benne, hogy számtalanszor én magam is elmegyek valami mellett, és nem tűnik fel, majd csak akkor, ha valaki elém hozza, hogy jé, és tényleg ez is itt van. Ez pont az lenne a célunk, hogy ismerjék meg, hogy már mi van, nyitott szemmel járjanak, és nem csak a diákok, persze őket célozzuk most meg. A filmkészítés nyilván, ezek, amik most mennek és a fiatalok között dívik, Ez őket jobban érdinti, ezen keresztül be is tud mutatni, és esetleg nyitottá válik arra, hogy amit nem biztos, hogy mi meglátunk, ő meglát, és tudja hozni, jelezni, hogy itt is van valami, vagy ott is, tehát nyitottá válik ilyenre, nem beszélve arról, hogyha egy filmeket, bármit meglát, az a felnőtt lakosságot, bárkit, helyi lakosokat, elszármazottakat, környező településeken, Mutassuk meg, hogy Tolnán vagyunk, és mi van Tolnán, és milyen értékek vannak, amiért érdemes idejönni, amiért érdemes odafigyelni a részletekre is. Úgyhogy ennek ez a célja, hogy megismertessük, a feldolgozás és begyűjtés mellett minél szélesebb körbe ismertessük meg az értékeinket. Ha a pályázat elbírálása az Agrárminisztérium részéről pozitív lesz, és a Városszépítő Alapítvány zöld utat kap, akkor megkezdődnek az előkészítési munkálatok. Az igazán tevékeny időszakot szeptembertől november közepéig tervezik, akkor lenne a pályamunkák leadásának a határideje. Reiter Antalné azt is hozzátette, hogy szeretnék, ha a diák önkormányzat részéről is képviseltetné magát egy fiatal a zsűri tagjai között. Most rövid reklám következik, majd bemutatunk önöknek két fiatalt, akik testvérek és nagy reménységei a magyar úszó utánpótlásnak. Mindjárt jövünk, maradjanak velünk! Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Autója elromlott, kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást.
Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosítás kötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szendrési utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Horváth Luca és testvére Horváth Levente Tolnán élnek, ide is járnak gimnáziumba. Óvodás koruk óta az úszás szerelmesei, rendszeresen járnak edzésekre Szekszárdra. Az utóbbi időben eredményesen szerepeltek a diákolimpián, és országos versenyen is jó helyezéseket értek el. Edzőjük elmondása szerint, ha kellő energiát fordítanak a jövőben is az úszásra, akkor nagy jövő állhat előttük. Horváth Luca pillangó úszásban szeli a habokat a Szekszárdi Sportközpont uszodájában. Luca és Iker testvére Levente óvodás koruk óta űzik ezt a sportot, az utóbbi években pedig kiemelkedően teljesítettek országos versenyeken is. Én nagy csoportos korom óta úszok, 12 éve, és hát igazából nem tudom, így úgymond vízben nőttem fel, keresztanyáméknak van egy medencék, és akkor oda mentünk, amikor kicsik voltunk mindig úszni, és hát nem tudom, csak úgy szeretem. Luca a korosztályában és a tavalyi országos bajnokságon is jó eredménnyel szerepelt. Diák olimpiát egyszer két éve sikerült megnyernem, meg most ugye az OB-n kétszer ötödik lettem, meg korábban a korosztályos OB-n egyszer lettem negyedik. Luca jövőre lesz végzős a Tolnai gimnáziumban, és tervei között szerepel, hogy az egyetem mellett is folytatja majd az úszást. Hetente négyszer van edzése. Tolnaiak vagyunk ugye, és mire átérünk meg vissza, az utazás az fél óra, és akkor két órát itt vagyunk, szóval egy olyan naponta 3 óra még itt eltöltöm az időmet, mert még hazamegyek, idejövök, és hát délután tudok tanulni, de mostanában 11. az elég sokat kell tanulnunk, úgyhogy azért járok csak négyszer is. Karerősítést végez Horváth Levente, bár nem könnyű szárazföldi edzéssel imitálni az úszásban használt mozdulatokat, bizonyos segédeszközök kifejezetten alkalmasak a megfelelő izomcsoportok fejlesztésére, hogy akár a kieső úszóedzések helyett a rendszeres vízi alkalmak kiegészítéseként hozzájáruljanak a teljesítmény növeléséhez. Levente a testvérével együtt kezdett el úszni, szinte óvodás korában. Most közeltávra a célom az megnyerni a saját OB-mat, korosztályos OB-mat. Szeretni, inkább a csapatot szeretem itt lenni velük beszélgetni. Maga az edzés az monoton, de a csapat jó, velük miattuk szeretek itt lenni. Horváth Levente azt is elmondta, hogy az érettségig mindenképpen folytatni szeretné az úszást, és eredményesen szerepelni a versenyeken. Paszler József edző évek óta trenírozza az úszópalentákat. A két gyerek rendszeresen jár edzésre, motiváltak, ügyesek. Azt nem mondom, hogy tehetségesek, de valószínű azok lennének, ha minden körülmény meg lenne, és ezt a tehetséget ki lehetne bontakoztatni, ami esetleg bennük van. Csak egy példát tudok mondani, hogy a Lucának a tavalyi eredménye, vagy az idei eredményei, a tavalyi, mert ugye most már 2022 van, a tavalyi eredményei azok korosztályilag jobbak, mint a Jakabos Zsuzsának annak idején, mikor ő ilyen idős volt. Tehát a Luca sokkal jobb eredmény időket úszik, de hát nincs meg az a plusz, ami a Jakabos Zsuzsa esetében megvolt, tehát tulajdonképpen kétszer-háromszor annyi edzésmunka, szárazföldi munka, sportorvosi háttér, tehát olyanok hiányoznak nálunk, amik a fejlődés gátjai. Tehát és ezekben csak akkor lehet javulni, ha a körülmények megfelelőek lesznek. A két gyerek tavaly számomra is meglepetést okozott azzal, hogy az évvégi országos felnőtt bajnokságon, ahol tulajdonképpen a hosszú Katinka is csak egy harmadik, negyedik helyet tudott elérni, ott ők ötödik helyezéseket értek el, nagyszerű időkkel. Tehát olyan idővel, például a Levente az ország hatodik idejét ért el, felnőtt idejét az egész országban. Tehát nem egy korosztályos idő volt, hanem a felnőtt hatodik. A Luca is olyan
hihetetlen erőset úszott, akár 50 háton, akár 100 háton, ami szintén a közvetlen a legjobbak közé repítette. Most azért még egyszer ezt hangsúlyozom, hogy ők ezt nagyon kevés edzéssel érik el, már a többiekhez képest. Tehát egy vezető egyesületben a heti edzés szám eléri a 10-12 vízi edzést, 5 szárazföldi edzést, nálunk ez 4-5. Luca inkább 50-100-200 méteres hátúszásban teljesít kiemelkedően, testvére Levente pedig elsősorban mellúszásban ér el sikereket, nagyon jó technikával úszik, mondta el az edzője. Sajnos azonban nincs utánpótlás, nagyon kevesen vannak azok a gyerekek, akik az úszás elsajátításán túl versenyzői szintre is el szeretnének jutni. A egyesületünknek mindig az volt a célja, hogy minél nagyobb tömegbázissal rendelkezzen, tehát jelen pillanatban is az 10 úszóiskolás csoportban dolgozunk, ahol elméletek 100-120 gyerek kezdeni a pályáját, és innen ebből építkeznénk. A legjobb időszakunkban 300 gyerek is járt ide úszni. Most nagyon nagy bajba vagyunk sportolói szinten, mert ezek a gyerekek, akik megtanulnak úszni, ezek vagy későn tanulnak meg, és nem tudnak már igazán beilleszkedni a versenyrendszerbe, vagy pedig nem maradnak itt a körülmények miatt. Tehát nagyon kevés az utánpótlás, egyre kevesebb lesz, és egy-két gyerek van, aki ügyes, látni rajta, de nagyon minimális. Tehát régen a vidék legjobbjai voltunk váltóba is, ami azt jelenti, hogy 4-5 hasonló korosztályú, hasonló képességű gyerekről beszélünk. Most tulajdonképpen korosztályok nincsenek. Tehát nem az, hogy kevés a gyerek, nincs. Tehát nincs is ilyen születésű gyerek az egyesületben. Tehát nagyon sok ilyen évjárat van, ami hiányos. Halasi Évet eddigi élete során nem találkozott Bezerényi Pál munkásságával, így ismeretlen volt számára a tornai sejemgyártás története is. A karanténhelyzet azonban megváltoztatta az életét, és új ismeretei tettekre sarkalták. Van az a helyzet, amikor a bezártság új ötleteket szül. Ez történt Halasi Évet esetében is, akit a Covid-járvány vitt új utakra. Úgy éreztem, hogy keresnem kell egy olyan témát, amivel otthon kettelésből foglalkozhatom. Így találtam meg Bezerédi Pál alakját. Először csak megfogott, és elkezdtem olvasni az ő családjáról, a múltjáról, és egyre inkább beleszerettem ebbe a témába. És amikor ki lehetett szabadulni újra nyáron, akkor léptem ebbe tovább, és kerestem fel Steinbach Ferenc Gyuszi bácsit, akivel többször találkoztam, és nagyon hosszasan beszélgettünk Bezerédi Pál alakjáról, és sokszor látogatást tettem a sejem gyárban. És ahogy mesélt Gyuszi bácsi Bezerédiről, a sejemgyártásról, elmutogatta, elmondta részletesen, hogy hogyan folyt a termelés, mi ez a, egészen mesélt a diadalmenetről, ami az 1900-as évek első felében lévő sejemgyártás diadama volt Magyarországon. Átragadt rám Gyuszi bácsi lendülete, elhivatottsága, energiája e témával kapcsolatban. A folyamat odáig jutott, hogy alapítvány jött létre azoknak az értékeknek a megőrzésére és továbbadására, melyet a sejemgyár és a sejemgyártás jelentett és jelent ma is. Eredetileg a célkitűzés az volt, hogy a meglévő fizikális hagyatékot gondozva, feldolgozva, felfrissítve, átgondolva megpróbáljak egy új stílusú bemutató termet létrehozni. De ez egy törpésként megfeneklett ez a dolog, ezért újra gondolva, újra kellett gondolnom ezt az alapítványt, és most bejegyzés előtt állunk. A cél az, hogy a művészetek erejével szeretném egy kicsit más formában, modernebb formában, hozzáadott plusz értékekkel emléket állítani ennek az életműnek. Beszeretném vonni az irodalmat, a képzőművészeteket, a sejem festészetet. Tehát a művészetek segítségével szeretnék egy új arculatot ennek az egész, tehát az eszmei hagyatéknak. Úgy gondolom, hogy
méltánytalanul kevés szó esik Bezerédről, a sejemgyártásról. Én legalábbis nem találkoztam, sem gyerekként, sem fiatalabb felnőttként nem találkoztam ezzel a témával. És azt gondoltam, hogyha ezt egy kicsit felkarolva, új arculatot adva jobban részese lehetne az életünknek, az tele mindenkinek előnyire válhat. Szeretnék együttműködni azokkal a művészeti, kulturális intézményekkel, akik ezzel foglalkoznak, hogy minél tágabb alapra tudjam alapozni a munkát. Tehát most az első körben együttműködéseket, kapcsolatokat szeretnék ahhoz építeni, hogy minél szélesebb körben tudjam ismertetni az alapítvány céljait. Hogy mik lesznek majd a Bezerédi Pál és a sejemgyártás hagyatékát és eszmeiségét bemutató lehetőségek, ma még nem tisztázott. Az alapítvány kurátora egy olyan kiállító teremben gondolkodik, ahol méltóképpen bemutathatók ezek, és ahol foglalkozások keretében ismerhetik meg a látogatók a sejemgyártás és festés rejtelmeit, miközben felidéződik Bezerédi Pál alakja és a tolnai sejemgyártás hőskora. Önök Telenna című magazinműsorunkat látták, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!